dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kérem, hogy halottak napjának, november 2-ának estéjén, itt a Keceli II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskola épületének udvarán elhunyt tanáraink, pedagógusaink, iskolai dolgozóink emlékhelyénél imádkozzunk együtt elhuntjainkért. Énekelünk rövid szertartásunk kezdetén. Mint szarvas hős vizet után, szívem epett, vágyik hozzám, úgy mennék én az élő Úr felé, mikor jössz el, hogy elvigyél könnyek között. Az Urat nem ismertem, szomjaztam én az igazság után, nem tudtam, hogy ő rég várt rám. Szelíd hangja felemelt magához mond, kiválasztott, hogy meglássam arcát. Ó Jézus, jöjj, úgy várunk rád, szelíd hangja, szelíd hangja, megragad. És felemelt magához mond, kiválasztott, hogy meglássam arcát. Ó Jézus, jöjj, úgy várunk rád. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit közös imádságunk alkalmával. Legelőször is benneteket, kedves gyerekek és fiatalok, kisebbek és nagyobbak, akik égő mécsesekkel a kezetekben körülveszitek ezt a nagyon szép és méltó emlékhelyet, hogy ma este együtt imádkozzunk, gyertyát gyújtsunk és emlékezzünk. Köszöntöm nagy szeretettel szüleiteket, akik elkísértek benneteket, és mindazokat, a rokonaitokat, hozzátartozóitokat, akik veletek tartottak a mai estén. Nagy szeretettel köszöntöm iskolánk pedagógusait, dolgozóit, nyugdíjas pedagógusait és nyugdíjas dolgozóit, illetve az intézmény vezetését, korábbi és jelenlegi intézményvezetőket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a szülők képviseletében a szülői szervezet megjelent tagjait és vezetőjét is. Külön köszöntöm iskolánk énekkarát és a hangszeren és énekkel közreműködő Csiszér Lászlót, illetve Mári Névát, akik az megemlékezésünk, közös imádságunk zenei, énekes részéért felelősek, valamint a hitoktatói munkaközösség vezetőjét, Pap Józsefnét és hitoktatóinkat, akik a szertartásnak az imádságos részéért felelősek. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, mindazokat, akik településünkön élnek, és eljöttek, hogy együtt imádkozzanak velünk. Azokra is szeretettel gondolok, akik a közvetítésen keresztül kapcsolódnak majd be közös imádságunkba és éneklésünkbe. Elhunyt pedagógusainkért, elhunyt iskolai dolgozóinkért jöttünk össze ma este.
Az Ószövetségi Szentírásban van egy kevéssé ismert nagyformátumú prófétai jövendőlés könyv alakjában, Dániel próféta könyve. Dániel próféta ennek a nagyformátumú látomásnak az utolsó fejezetében nagyon szépen ír a következőképpen. Az Istent ismerők ragyogni fognak a fénylő égbolton, és akik igazságra oktattak sokakat, tündökölni fognak, miként a csillagok örökkön örökké. Az ószövetségi jövendőlés talán nagyon egyszerűen, de nagyon lényegre törően megfogalmazza a pedagógus hivatást, a gyermeket, fiatalságot nevelő hivatásnak a lényegét. Igazságra tanítani sokakat. Ez a pedagógusok hivatása és küldetése. Hogyha ennek a szentírási könyvnek az eredeti görög nyelvében is szétnézünk, akkor ez az igazság szó egy még tágasabb kifejezésnek az alakjában jelenik meg. Az eredeti görög szövegben, hiszen Dániel prófétai jövendőlése főképpen görög nyelven maradt ránk az Ószövetségi Szentírás héber nyelvű könyvei között, úgy hangzik ez a szó, hogy logosz. És a logosz a görög nyelvben sokkal többet jelent, mint igazság. Szellemet, lelket, gondolatot, eszmét, igazságot, valóságot jelent. A pedagógus a logoszra tanítja a nemzedékeket. Maga a pedagógus szó is, görög szó, azt jelenti, hogy gyermeket vezető, gyermeket nevelő. És az ószövetségi zsidóság egyisten hite, és a katolikus kereszténység újszövetségi hite azt mondja, hogy a gyermeket nevelő, vezető, tanár hivatása a logoszra, az értelemre, a szellemre, a bölcsességre, az eszményre, a gondolatra, a szóra és az igazságra való nevelés. És csodálatos, örök jutalmat helyez kilátásba már az Ószövetségi Szentírás azoknak, akik embereket nevelnek, gyermekeket oktatnak, fiataloknak a személyiségét formálják. És az Ószövetségre érkezik az új szövetség beteljesedése Jézus Krisztus személyében. Jézus Krisztusra azt mondjuk, hogy ő a második isteni személy, Isten igéje, Isten kimondott szava, Isten logosza Jézus Krisztus. Vagyis a szellem, a lélek, a bölcsesség, a tudás, az értelem, az igazság, a valóság Jézus Krisztus személyében, örök istenségével, szent emberségébe is beleárad, rajta keresztül is kiárad az egész világra szent lelkének erejében. Az új szövetség még inkább megerősíti a pedagógusoknak, a gyermeket, fiatalt, ifjúságot nevelő, építő embereknek a hivatását azzal, hogy Jézus Krisztusnak, az isteni logosznak, az isteni mesternek a munkatársai és küldetésében osztozói ők. Akkor is így van az, ha nem mindenki hittant vagy vallásosságot tanít, hanem vannak közismereti tárgyak, vannak készségtárgyak, de mindegyik az ember szellemét, lelkét, benső világát van hivatva alakítani és formálni, ahogyan az Isten ezt megadta a teremtéstől fogva, hogy ember az ember által formálódjon, és Jézus Krisztus személyében pedig ennek örök isteni távlatot adott. A pedagógusok hivatása csodálatos és magasztos hivatás. Ezért is tiszteljük őket történelmi korról, történelmi korra, különös szeretettel és együttérzéssel. Ezért örvendezünk életükben munkásságuknak, elismerjük őket pedagógus napon, és ezért is tartjuk meg emléküket haláluk, földi pályafutásuk befejeződése után is. Egy szót szólnék az iskolai dolgozókról is, és ha megengedik, akkor
A magasztos pedagógusi hivatás mellé a háttérben a színfalak mögött dolgozó iskolai munkatársakra is szeretettel gondolok, akik az adminisztrációban, irodában, iskolai kisegítő feladatokban, vagy a tárgyi munkában, a háttérmunkában részt vesznek. Gyermekkoromban én is voltam kisgyermek, iskolás gyermek, nekem az volt a tapasztalatom és az élményem az iskolai dolgozókkal kapcsolatban, hogy ő nekik szabad volt bennünket szeretni. Az iskolai dolgozók felé nekünk nem kellett felmutatni tanulmányi eredményeket, ők egyszerűen csak szerettek bennünket, vigyáztak ránk, és megteremtették a feltételeit annak, hogy megfelelő körülmények között nevelkedhessünk. Az iskolai dolgozók pedagógusokat segítő, támogató hivatását már gyermekfejjel is lehetett tapasztalni, akkor is, ha az ember nem tudta ilyen szépen megfogalmazni. És a pedagógusok pedig mindenkor azzal a bizalommal és tisztelettel lehettek munkatársaik iránt, hogy az ő munkájuk is benne van annak a magasztos hivatásnak a csodálatos gyakorlásában, amelyet tanárok, tanítók, nevelők, oktatók magukénak tudhatnak. Így imádkozunk értük a mai estén, így idézzük föl emléküket, gondolva azokra, akiket személyesen ismerhettünk, akik közöttünk jártak, keltek, vagy akik még velünk vannak. Nagy szeretettel gondolunk mindazokra, akik élnek és dolgoznak pedagógusként és iskolai munkatársként. Az ő életükre is Isten áldását minden koron kérjük, egészséggel, sikerekkel, jóléttel, megélhetéssel és egy megtiszteltetésben leélhető életben. Kérem mindannyiunkat, hogy most néhány percet csöndben imádkozzunk, saját szavainkkal fölidézve az elhunytaknak az emlékét, utána pedig legszentebb közös imádságainkkal, a mi atyánkkal és a boldogságos Szűz Máriának, mennyország királynőjének angyali üdvözletével imádkozunk az elhunytjainkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Gyertyagyújtásunk, mécseseink elhelyezése következik. Először az intézményben dolgozó és szolgáló papok és hitoktatók oszlopához, magam és a hitoktatói munkaközösség nevében helyezzük el gyertyánkat, s velünk együtt igazgató úr és helyettesei is gyertyát helyeznek el, utána pedig kérek mindenkit, hogy szépen sorjában tegyük le mécseseinket. Közben énekelünk, aki még várakozik arra, hogy elhelyezze a mécsesét, vagy aki már elhelyezte a kis fényét, ők az imádság és az ének szavaival, gondolataival folytassák a belső imádságot, megemlékezést az elhunytakról.
Izrael népját, hol nélküled elsüllyedett. De ebben megtalállak téged, a mélységben megtart hitem. Felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd. Oh, 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 oh. A mélységnél nagyobb és tart engem. S ha elbuknék, vagy nagyon félnék, te nem hagysz el, és nem inogsz meg. Te járni, jelenlétedben élni, Uram, lélek ad, hogy benned teljesen megbízzak, a vízem bátran veled járja, és bárhová hívsz menjen, vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljesíteni. A vízem bátran veled járja, és bárhová hívsz menjen. Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni, taníts teljesíten járni, jelenlétedben élni. Nagy neved hívom én. Nézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihen, enyém vagy, és én tiéd. Enyém vagy, Uram, enyém megemlékezésünk, szertartásunk, imádságunk végéhez közelítve szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki megjelent, nektek gyerekek, kisebbek és nagyobbak, fiatalok, felnőttek, köszönöm azoknak is, akik másik iskolából jöttek haza, hogy velünk együtt imádkozzanak,
énekeljenek és emlékezzenek. Köszönöm igazgató úrnak és helyetteseinek az ünnepségünk évről évre való megszervezését és fontosnak tartását. Nagyon szép és nemes dolog az a településen, hogy fenntartókon átívelően zajlik a megemlékezés, hiszen kezdetben a településen az újraalapítást követően az egyház volt az, amelyik a nevelést, az oktatást, az iskoláztatást intézte, aztán 20. században már megjelent az állam vagy az önkormányzat, mint fenntartó, és most éppen újra az egyház az, aki az iskoláztatásnak a felügyelője és fenntartója a településen. Külön köszönöm polgármester úrnak is, hogy megtisztelt bennünket jelenlétével, csatlakozott emlékezésünkhöz, imádságunkhoz. Köszönöm minden támogatónknak, segítőnknek és a tömegtájékoztatási eszközök munkatársainak is, hogy hírt adnak imádságunkról, megemlékezésünkről, és ezáltal lélekben bekapcsolódási lehetőséget biztosítanak azoknak is, akik nem tudtak ma este velünk együtt énekelni, imádkozni, emlékezni. Befejezésképpen fogadjuk papi áldásomat, Krisztusnak, a Szent Háromság Egyistennek az áldását, amely áldást megtart bennünket ezen a világon, hivatásunknak a teljesítésében, fejlődésünkben, személyiség formálódásunkban, és amely áldás Krisztus akaratából, keresztáldozatának, szeretetének, irgalmának végtelen értékű jóvoltából az örökké valóságba is elvezet bennünket, ahol tisztelet övezi mindazokat, akik igazságra, értelemre, hitre, szeretetre, jóságra, bölcsességre, szellemre, lélekre oktattak másokat, és azokat, akik Istent ismerni, keresni és követni akarták földi életükben. Így fogadjuk áldásunkat, és utána a záróének szavaival száll föl fohászunk az örökké való isteni irgalomhoz. Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Áldjon meg, őrizzen és oltalmazzon benneteket a mindenható, minket szerető és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak! Istennek legyen hála! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenekké! Köszönöm szépen mindenkinek! Uram, rejts most a te szárnyad alá, erős kézzel. Yeah.